Komlón tartotta idei ünnepi ülését a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése. A helyszínkiválasztás nem volt véletlen, ugyanis ez a város Baranya egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Komlón az 1956-os forradalom és szabadságharc októberi ünnepköréhez időzítve történt az ünnepi rendezvény. Őri László vármegyei elnök köszöntőjében Polics József polgármester elmúlt több mint egy évtizedes városvezetői munkáját méltatta. Komló városa egy szimbolikus helyszín, hiszen Komló városát a 90-es évek nagy sokhatása, gazdasági összeomlás egy depressziós térséggé tette, mára azonban kilábolt ebből a depressziós térségből, és egy hagyományait féltve őrző modern európai kisvárossá vált. Én azt gondolom, hogy ilyen értemben Komlóról méltó módon tudtunk visszatekinteni a múltra és tervezni a jövőt. A vármegye napi ünnepsége jelen volt és beszédet mondott Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettes. A politikus szerint az ünnep legfontosabb üzenete az, hogy a múlt értékeire építve lehet igazán jövőt alkotni, építeni. A vármegye nap a vármegye meghatározó személyiségeinek díjazását is szolgálja, hangsúlyozta a miniszterhelyettes. Sokan kapnak kitüntetést, olyan emberek, akik hozzátettek valamit a saját életük példájával a megyéhez. És szimbolikus is a mai nap, hiszen egyrészt ma ünnepeljük az egyik leghíresebb magyar szent, Pécs második püspökének, Szent Mórnak az ünnepét, másrészt pedig ugye több mint 300 éve kapott címeres levelet Baranya vármegye. Ezek olyan értékek, a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei, és egyébként is a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei kötődnek Baranya vármegyéhez, amelyek túlmutatnak a megyehatáron, az egész magyar identitásunkat meghatározzák. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven átadták a vármegye kitüntető díjait. 12 díjazott vehette át elismerését. Az idei vármegyei sajtódíjat Velkovics Vilmos baranyai származású televíziós műsorszerkesztő újságíró érdemelte ki. Baranya nekem a gyökereket jelenti, ahonnan származom, ahova kötődöm, és ahova nagyon szeretek visszajönni. Úgyhogy valójában én nem is szakadtam el Baranyától. A gyerekeim 2/5 továbbra is itt él, az unokám is ide született, úgyhogy családi szempontból a legeslegfontosabb. Nagyon fontos a szellemi indulás szempontjából, hiszen itt tanultam meg azt, amiből most is élek. És hogyha meg tudom hálálni ezt egy picit azzal, amit Budapesten csinálok, akkor én ezt nagyon szeretném és nagyon szívesen. Úgyhogy emiatt is vagyok hálás ezért a megtisztelésüknek, hogy rám gondoltak. Igyekszem meghálálni majd. Az idei évben a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése a Baranya díszpolgára címet Uzsajné dr. Pécsi Rita zenepedagógus főiskolai tanár nevelés kutató részére adományozott. Egyáltalán nem számítottam rá, és egyszerűen amíg a helyszínbe is beleremegtem, édesapám és édesanyám itt ismerkedtek meg Komlón. 57-ben édesapámat ezért a pedagógiai tevékenységért rendőri kísérettel kísérték ki, és elmondták, hogy amit Pécsi elvtárs maga képvisel, az Baranya megyében soha nem lesz helye. És itt átvenni egy Baranya vármegyei pedagógiai elismerést, azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent jelképez is, és pontosan azt is, hogy ez nem az én díjam, tehát, hanem azoké, akiknek a vállára tudtam állni, azoké, akik tudták ezt értékelni mégis, és akikre számíthattam akkor, amikor iskolát alapítottam, amikor vezettem azokra a családokra, azokra a munkatársakra, aztán azután azokra, akik végigkísérték, éppen a vármegyedi előterjesztőjére, Őri László elnök úrra is, aki azért abban a nehéz időkben is mindig támogatóan, hogy úgy mondjam, össze lehetett kacsintani, hogy az érték azért mégis érték. A vármegyenapi ünnepségről bővebben a Pannon Televízió Központ című közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink.